A kínai egyetem ellen egy hete ezrek tüntettek Budapesten. A kormány pedig másnap bejelentette, hogy támogatják népszavazás kiírását az ügyben. Amikor már tudjuk, hogy miről beszélünk, megvannak a tervek, megvannak a költségszámítások, akkor majd a választópolgárok itt Budapesten egy népszavazás keretében ezt el fogják dönteni. Erre leghamarabb 2023-ban kerülhet sor, mert a kormány 2022 végéig adott magának határidőt arra, hogy ezekről a kérdésekről beszámoljon az országgyűlésnek. A projekt azonban így is halad. Kedden szavaz majd a parlament a Fudan Egyetemet fenntartó alapítvány létrehozásáról, és arról, hogy ennek az alapítványnak adjanak egy nagy állami területet a Duna partján. Ezen a térképen pirossal jelölt telkekről van szó. Amennyiben a törvényt a parlament megszavazza, akkor a mögöttem látható terület állami kézből az egyetem fenntartó alapítványához kerül. Vagyis később hiába lesz róla népszavazás, és azon esetleges elutasító álláspontja a budapestieknek, a terület mindenképpen a Fudan alapítványáé marad. A kormányt ma megkérdeztük arról, hogy miért nem a népszavazás után szavaz a parlament a Fudánt érintő törvényjavaslatokról, és hogy visszaveszi-e az állam a területeket, ha a választók leszavazzák a tervet. Ezekre a kérdéseinkre nem válaszoltak. Azt írták, hogy a kormány célja a lehető legelőnyösebb konstrukciók kidolgozása, és hogy szakmai kérdésnek tartják az ügyet. Konzultációs stand Budapesten, a Fudánról Baranyi Krisztina és Karácsony Gergely kezdeményezett 10 napos konzultációt. Az akció vasárnap zárul le. Ferencváros polgármestere szerint csak nem 30 ezeren vettek rajta részt. Ő azt mondta híradónak, hogy nem várnak 2023-ig, már idén helyi népszavazást tartanának. A veszélyhelyzet végeztével helyi népszavazásokat indítunk, Ferencváros önkormányzata, illetve a fővárosi közgyűlés, amit sokkal-sokkal gyorsabban, akár még ősszel, kora vagy késő ősszel is le lehet bonyolítani, az viszont már jogi kötőerővel bír a kormány számára is. A Fudánról tartott konzultáció eredményeit holnap ismertetik a szervezők.